Hogyan állnak a Barcs környéki útfejlesztési tervek? Többek között ezzel a témával is foglalkozunk ma esti Barcsi Krónikánkban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. A rendőrségi ellenőrzések és a beiskolázás körüli kérdések is szerepelnek a mai témáink között. Továbbra is várjuk javaslataikat és észrevételeiket a képernyő alján található elérhetőségeinken, de írhatnak is nekünk az info@barcsmedia.hu e-mail címre. Kezdésként lássuk főbb témáinkat röviden. A rendőr nem alkotja, hanem betartatja a szabályt. Többször ellenőrzik a közlekedés rendjét Barcson, a napokban is volt célzott akció. Az is baj, ha korán, az is, ha későn megy a gyermek iskolába. Szakembereket kérdeztünk a döntés előtti folyamatokról. Hamarosan kiírják a 68-as út felújításának tervezésére a közbeszerzést, az önkormányzatok pénzügyi segítsége és a 2021-27-es tervezési ciklus is folyamatban van. Százfalvi Lászlót kérdeztük a részletekről. Két ismerős segítőt is kapott a kétújfalusi idős plébános, újra van hittanoktatás a falu környékén. Online oktatás, online táncpróba, a Boróka új fellépő ruhákat vásárolhatott, az internet segítségével zajlik a felkészülés is. A kora tavaszias napok is munkával teltek a Városgazdálkodási Igazgatóságnál, zajlik az idei év munkáinak tervezése. Szigorítottak a barcsi rendőrök. Az elmúlt napokban fokozottan ellenőrizték a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályainak betartását, de a belterületi kerékpárút és az azzal kapcsolatos szabálytalanságok, így az út mellett megállni tilos táblákra fittyethányok is terítékre kerültek. Autót intenek félre és igazoltatnak a barcsi rendőrök. A folyamatos ellenőrzés elengedhetetlen, hiszen így szűrhetik ki a szabálytalankodókat. Bár minden nap jelen vannak a település utcáin a rend helyi őrei, vannak napok, mikor koncentráltabban tartanak ellenőrzéseket. A közlekedés biztonsági javítását szolgáló célellenőrzések, hát saját szakzsargonon házon belül komplex közlekedési ellenőrzések, ezek azt a célt szolgálják, hogy hetente egy alkalommal a közúti ellenőrzéseket arra a közlekedési jogsértés megelőzésére, szükséges esetben szankcionálására használjuk fel, amik a legkomolyabb baleseti kockázattal járnak. Ilyen például az elsőbségadás elmulasztása, előzés kanyarodás szabályainak meg nem tartása, vagy épp a passzív biztonsági rendszerek használatának elmulasztása. Ez alkalommal a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak betartatásán volt a fő hangsúly, de a megállni tilos táblákat figyelmen kívül hagyó autósokra is jutott idő. 2020. október 26-án kelt a Somogy megyei kormányhivatalnak az a határozata, amivel a forgalomba helyezési engedélyét megadta a megépített, mögöttünk is látható új forgalmi rendre, útszakaszra. Annak idején is beszéltünk róla, hogy egyfajta türelmi időt nyilván meg kell adni egy új forgalmi rendnek. Ezt a türelmi időt gyakorlatilag a mi álláspontunk szerint ez lejárt. Tehát a szabályokat nem a rendőrség hozta, de mint minden esetben ők tartatják be azokat. Tekintettel arra, hogy a jogsértések mellett nem mehetünk el szó nélkül, valamit a rendőrnek kezdenie kell egy nyilvánvalóan jogsértés észlelése esetén, ezért mi szeretnénk felhívni a lakosok figyelmét, gyakorlatilag egy figyelmeztetés intézkedéssel lezárni ezeket a jogsértéseket, és arra törekszünk, hogy kommunikációval minél több közlekedőhöz eljussunk, keressenek arra megoldást, hogy ezen az útszakaszon, hogyha dolguk van, ügyet szeretnének intézni, vásárolni szeretnének, akkor azt szabálykövető módon tegyék meg. A megállni tilos táblák, bár már több hónapja ott állnak a Köztársaság és Béke utca közötti szakaszon, sokaknak okoznak fejfájást, ám józanésszel végig gondolva könnyű belátni, hogy a megszokott módon történő parkolás ezen a helyen nem csak a táblák miatt nem lehetséges. Talán úgy tudom a legértetőbben elmondani, ez egy háromsávos úttestet építettek nekünk. Két normál, klasszikus gépjármű forgalmi sáv mellett jobbra található egy kerékpársáv. És a Kressz az úgy rendelkezik, hogy a középső sáv úttestjén nem lehet megállni. Tehát táblától, kereszteződéstől függetlenül a jelen forgalmi rendben a három sáv miatt a középső sávban nem lehet megállni. Ez generálisan tiltja a Kressz.
A KRESZ szabályai mellett könnyű belátni azt is, hogy az úttesten parkoló autók a belterületi kerékpárúton közlekedők számára is veszélyt jelenthetnek, hiszen az anyósülésen helyet foglaló utasok rányíthatják az ajtót a kerekezőkre. Az arányos intézkedésként én egyelőre elegendőnek tartom a figyelmeztetést, de ettől függetlenül, hogyha az a rendőr számára nyilvánvaló, hogy a figyelmeztetési intézkedés nem éri el a kellő célt, azaz azt, hogy a szabálysértő továbbiakban tartózkodjon a szabálysértő magatartástól, akkor nyilvánvalóan magasabb fokozatban helyszíni bírság kiszabására kerülhet sor. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy a bírságösszeg nem feltétlenül magas, de senkinek sem hiányzik. A másik meg, hogy kettő előéleti pontot rendel a jogalkotó ehhez a jogsértéshez. Tehát én azt kérném, hogy keressük meg azt a megoldást, amivel meg tudjuk közelíteni ezeket a helyeket szabályosan, és megy az élet tovább. A KRESZ betartása minden közlekedő számára fontos, legalábbis elvben. Ha egy szabályt figyelmen kívül hagyunk, akár az összeset figyelmen kívül hagyhatnánk, gyakorlatilag bárki kénye kedve szerint átírhatná a KRESZ-t. Így érdemes olykor felfrissíteni a tudást és átgondolni a közlekedéssel járó felelősséget is. Mikor maradhat még egy évet az óvodában a 6 éves korú gyermek? Mi a jó neki? Nagyon sok szülő tanácstalanul áll a kérdés előtt, pedig a szakemberek nagyon sokat segíthetnek. Nem minden 6 évesnek kell azonban iskolába mennie. Lássuk az érintettek véleményét. Meg fog tudni ülni a padban, tudja majd teljesíteni, amit az iskola elvár, és persze mi van akkor, ha ok nélkül marad még egy évet óvodában a gyermek? Lehet-e ebből hátránya a későbbiekben? Számtalan kérdés kavarog a 6 évesek szüleinek fejében. Lehetőség van arra, hogy egy évet még óvodában maradjon a gyermek, de van, akinek az a jobb, ha iskolába indul ebben a korban. De vajon mi vagy ki dönti el, hogy egy gyermek iskola érette? Minden gyerek, tudjuk, hogy másik időszakába kezd el beszélni, mozogni. Mindegyik gyerek másként válik iskola éretté, tehát más időpontba. Most ennek a megváltoztatására van lehetőség, hogy ne egyszerre kelljen megkezdeni az iskolát. Két lehetőség van, az egyik az előrehozott iskolakezdés, a másik pedig a halasztott iskolakezdés, amikor még egy évig óvodai nevelésben marad majd a gyermek. Ebben az évben is január 15-ig jelezhették a szülők az oktatási hivatal felé, ha gyermeküket még egy évig óvodában szeretnék tartani. Erről immár az oktatási hivatal dönt a megfelelő vélemények birtokában. A hivatal dönthet azonnal, de szakértői segítséget is igénybe vehet, és ekkor lépnek be a helyi járási szakemberek. Ha különleges szakértelemre van szüksége, akkor az oktatási hivatal kirendeli a járási szakértői bizottságot, például minket is, hogy különleges szakértelmünknek köszönhetően végezzünk el egy vizsgálatot, amelyben a gyermeknek az értelmi, a lelki, a szociális és a testi fejlettségének állapotát mérjük föl. Mi ezt a vizsgálatot elvégezzük, nem hozunk mi döntést, hanem a szakértői véleményt továbbítjuk az oktatási hivatalnak, és majd az oktatási hivatal lesz az, aki meghozza a döntést. Ez tehát az egyik eljárás, ebben az esetben elegendő a további óvodai keretek között zajló fejlesztő munka. A másik eset, amikor a kisgyermeknek célzott fejlesztésre van szüksége, hiszen ebben a korban szűrhető ki és előzhető meg a tanulási zavarok nagy része. Van egy másik formája ennek, amikor az tulajdonképpen úgy kezdődik, hogy elvégzünk a gyerekeknél egy szűrővizsgálatot, preventív szűrővizsgálatot a szülő hozzájárulásával. Ha azon a vizsgálaton, nagyon szűrővizsgálaton gyengén teljesít a gyermek, akkor az óvodával és a szülővel megbeszéltek alapján beutalják ide a szakszolgálatba egy komplex vizsgálatra a gyereket. A komplex vizsgálat ez egy nagyon összetett feladat, és tulajdonképpen ezt a törvény, jogszabályok szabályozzák le, hogy milyen esetekben és milyen módon lehetséges, hogy a gyereknek további egy nevelési évet javasolhassunk. Fontos, hogy a végső döntést a szakbizottság hozza meg, tehát amennyiben iskola éretnek vagy ellenkezőjének állapítják meg a gyermeket, ezen változtatni a szülő már nem tud. A tapasztalatok és az eddigi eljárások azt mutatják, hogy az aggodalom a szülők részéről mindig kicsit túlzóbb, a gyerekek nagy része remekül veszi az akadályt.
Nálunk is volt olyan kisgyerek, aki éppen, hogy betöltötte a 6. életévét, most az elsőben, vagy nyáron volt a születésnapja. Az osztályunkban is vannak, azt hiszem, 3 vagy 4, akik tavasszal vagy nyáron ünnepelték a 6. születésnapjukat, de én azt tudom mondani, főleg így a félévi bizonyítványok után, hogy nagyon szépen teljesítettek az első fél évben. Természetesen ez nem biztos, hogy mindenkire igaz. Ez nagy terhet ró a szülőre, hogy el tudja dönteni, hogy vajon iskolába hozza a gyerekét, vagy sem. Ehhez a döntéshez rengeteg dolgot kell mérlegelni, sok tényezőt kell végig gondolni a szülőnek, mielőtt döntést hoz arról, éle az óvodai továbbnevelés lehetőségével, vagy sem. Tegyük hozzá, sok kisgyermeknél éppen a szülői aggódás az akadály, hiszen az iskolában is hátráltathatja a kisgyereket a későbbiek folyamán, ha úgymond indokolatlanul a szülő túlzott féltése miatt marad egy évet az óvodában. Mindenképpen az óvónővel beszéljen elsősorban, hiszen ő tölt nagyon-nagyon sok időt a gyerekkel. Aztán, ha esetleg van tanító ismerőse, ő is azért tud neki akár az évek tapasztalatát tekintve tanácsot adni arról, hogy miket kell figyelnie, amit az előbb is mondtam. Tehát, hogy semmiképpen sem arról szól csak, hogy mennyire okos a gyerekem, vagy mennyire ügyes, hanem hogy fizikálisan, pszichésen, szellemileg, szociálisan mennyire gondoljuk úgy, hogy esetleg az iskolai élet tempóját fel tudja venni. Több tucat család mérlegelt az iskoláztatás kapcsán az elmúlt hónapokban is. Tímeáiknál is felmerült a nagy kérdés. Én, amikor úgy döntöttem, hogy mégis vállalom azt, hogy iskolába járjon, és nem kérvényezem azt, hogy visszafogják még egy évre az óvodába, én azt vettem figyelembe, hogy nem csak a beszédétől függ az iskola érettsége, hanem az érzelmi fejlettségétől, az érettségétől, a feladat tudatától is, és az ilyen típusú felméréseken nagyon jól teljesített, és azt javasolták az óvodapedagógusok is, hogy eléggé érett ahhoz, hogy ő iskolába menjen. A félévi értékelések megérkeztek, ezek kiváló visszacsatolások lehetnek a szülők és gyermekek részére. A szülőknek igazolhatja, hogy vajon jól döntöttek-e a beiskoláztatás kapcsán. Tény, ez csak egy félévi értesítő, sok kisgyerek ezekben a hónapokban még csak szokja az iskolapadot, így az első fél év nem mindig akkora vízválasztó, mint amekkorának sok család gondolja. A félévi bizonyítványa nagyon jó lett. Ami látszott, az a negyedévi értékelésében volt, hogy oda viszont belekerült az, hogy a beszéde javításra szorul, az olvasásnál okoz ez neki problémát. Szerencsére most már csak az R betű, ami általában a gyerekeknél elmarad, de a többi tantárgyból nagyon jól teljesít, és bármilyen problémám volt, igen, tudtak segíteni a pedagógusok. Szerencsére nem akkora gondokat okozott ez neki, hogy... Tehát én úgy gondolom, hogy jó döntést hoztam akkor, amikor engedtem iskolába menni. Azok a gyermekek, akik a szűrés és egyéb ajánlatok következtében fejlesztésre szorulnak, továbbra is számíthatnak a pedagógiai szakszolgálat segítségére. A szakemberek bizottsági feladataik mellett gyógypedagógiai tanácsadással, korai fejlesztéssel, oktatással és gondozással várják a gyerekeket. Itt is igaz a mondás, az időben elkezdett munka nagyobb sikert hozhat. A folytatásban pedig útfelújításokkal, fejlesztésekkel, a pandémia körüli helyzettel, adózással megyünk tovább, és ebben a segítségemre pedig Szászfalvi László országgyűlési képviselő van, akivel megpróbálunk minden kérdésnek a végére érni, és a lehető legtöbb témát felölelve mindent kifejteni. Üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a felkívásunkat. Köszöntöm szeretettel, köszönöm a meghívást. Fogjunk is bele, sok témánk van, és sok dolgot kell feldolgoznunk. Útfejlesztések és felújítások, ez az első témánk. A napokban több egyeztető fórumról is megjelentek hírek, így Budapesten a 68-as út vonatkozásában is volt egy egyeztetés. Ha jól tudom, akkor ön ezen részt vett. Mi az, amiben megállapodtak? Igen, ott voltam ezen a megbeszélésen, sőt azt is elmondhatom, hogy az én kezdeményezésemre jött létre ez az egyeztető megbeszélés, amelyen részben az illetékes államtitkárság kollégái voltak ott, helyettes államtitkár úr és főosztályvezető úr, illetve a NIF-nek a 68-as útér felelős, annak a rekonstrukciójáért felelős állami háttérintézménynek két kollégája, és ott volt Móring József Attila képviselőtársam is, hiszen két választókerületet érint Somogy megyében a 68-as út. A lényege egyébként ennek az egész egyeztetésnek az volt, és az apropója, hogy december végén megszületett az a kormányhatározat, amelyet már régóta vártunk, és régóta készítettünk elő, és régóta lobbiztunk érte.
mégpedig az, hogy a kormány elkötelezte magát a 68-as útnak a teljes felújítása és rekonstrukciója mentén, és az első határozatban már ki is jelölték az egész projektnek a ütemezését sok más projekttel együtt természetesen az országban, és ez azt jelenti, hogy az előkészítő munkákra már a konkrét pénzügyi források is rendelkezésre vannak bocsátva. A minisztérium, illetve a NIF kollégáitól azt tudtuk meg, hogy az előkészítés már zajlik ennek a projektnek, és reménység szerint a lehető leggyorsabban a közbeszerzés a tervezésre el fog indulni, illetve kiírásra kerülhet. Reméljük, hogy április-májusig ez meg fog történni, és azt követően megy a maga útján ennek a projektnek a tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése. Ez nyilvánvalóan nem néhány hónap alatt fog megtörténni, viszont az már nagyon fontos, hogy a kormány döntött ebben, a kormány elkötelezte magát, illetve elindult ennek az egész projektnek a előkészítő munkája, és természetesen az egész megye számára nagyon fontos, illetve az egész térségünk számára az egyik legfontosabb kiemelt beruházásról beszélünk. Többek között azért is, mert ugye szeretnénk, hogyha a Balaton és a Dráva között egy élő kapcsolat alakuljon ki, és ami talán még egy új és fontos elem, hadd tegyem még hozzá, hogy a tervezés az mindenképpen úgy fog elindulni és lezajlani, hogy párhuzamosan egy kerékpárút tervezése és annak majd a kivitelezése is megvalósításra kerülhessen. Tehát ez is egy másik nagy álmunk volt már régóta, hogy a Dráva és a Balaton között egy kerékpárút is elkészítésre kerüljön. Ez nyilván egy nagyon fontos nyomvonal lesz a számunkra, hiszen a másik pedig a Dráva menti kerékpárútot pedig Dél-Zalával szeretnénk összekötni magunkat, illetve a Mura vidékkel. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt a két irányt tudjuk tartani a következő esztendők során, akkor fel tudjuk tárni a Dráva mentének a csodálatos gazdagságát, és elérhetővé, könnyebben elérhetővé tudjuk tenni. Ez mindenképpen egy jó kezdeményezés, és folyamatosan ugye ezért zajlanak is a munkálatok, hiszen itt ugye is már átadtak egy kerékpárutat, úgyhogy nagyon jó ez a dolog, hogy ezzel is kapcsolódhatunk ebbe a programba. Azt is említette, hogy ez ugye nem egy-két hónapos dolog. Van esetleg valamilyen határidő, valami célkitűzve? Hát megmondom őszintén, nyilvánvalóan mi azt mondtuk a két képviselő ott a megbeszélésen, az egyeztetésen, hogy tegnapra kellett volna minél előbb csinálni. Az lenne jó, természetesen ha már tegnap kész lett volna. Így van, tehát a politika részéről mi az itt élő embereket képviselve nyilvánvalóan az a cél, hogy minél hamarabb megtörténjen, de hát természetesen el kell fogadnunk azt, hogy van egy szakmai része ennek a történetnek, tehát itt azért nagyon fontos jogszabályokat be kell tartani, részbe közbeszerzési jogszabályokat, részben ugye a szakmai tervezési szabályokat és törvényi kereteket, és azok bizony hát időbe telnek, tehát én azt mondom, hogy a következő másfél esztendő, két esztendő az, ami ezzel az előkészítéssel el fog menni. Ha sikerül előrébb hozni, az egy győzelem. Nyilván mi ezt szeretnénk a Mórin képviselőtársammal együtt gyorsítani, és utána pedig indulhat a kivitelezés. De az első lépés már megvolt, úgyhogy már elindultunk, haladunk valamilyen irányban. Az M60-as Szigetvár és Bacs közti szakaszt is érintette egy másik egyeztetés, ahol pedig Mosóczi László államtitkár tartott előadást. Az M60-as gyorsforgalmi útról mit tud nekünk mondani? Hát tudok mondani egy pár dolgot. Az egyik dolog, hogy a Mosóczi államtitkár úr egy M9-es autópálya építési tervvel kapcsolatos egyeztetésen vett részt, és az M60-asról csak per tangentem, tehát néhány gondolat erejéig beszélt. A lényeg az, hogy a mi megbeszélésünkön is, a 68-as úttal kapcsolatos megbeszélésünkön is második napi rendi pontként beszéltünk egy kicsit az M60-asról is. Ott ugye azt kell tudnunk, ami már konkrét tény, hogy részben ugye a környezetvédelmi engedélyünk már megvan, ez egy óriási eredmény. A másik dolog, hogy már konkrétan a tervezés, az engedélyeztetési és egyéb tervek elindultak. A harmadik az, hogy ez megindul a Barcs és Szigetvár közötti szakaszon is, ezt jelentette be egyébként most ezen a fórumon egyeztetésen Mosóczi államtitkár úr, és ami új információ, amit az elmúlt alkalommal megtudtam a minisztériumban, az az, hogy a horvátokkal való együttműködés, ugye ez kulcskérdés nálunk itt a Barcsi térségben, hiszen nagyon fontos az, hogy egy út az valahová vigyen.
és ezért sajnos az elmúlt esztendőkben a horvátok nem voltak túl aktívak ezen a területen, sőt, két esztendővel ezelőttük azt mondták, hogy annyira nem is érdekli őket ez a dolog. Most viszont van egy pozitív hír, van egy pozitív változás a horvát kormány részéről, és elindult a horvát oldalon is egyfajta aktív mozgolódás. Tevékenység, mozgolódás a csatlakozás tekintetében, és ennek az a konkrét következménye, hogy tavasszal lesz egy újabb találkozó a horvát-magyar illetékes szakmai szervezetek között, mert ez nagyon fontos, enélkül nem működik a történet, és ugye a határmetszőpontot, az úgynevezett határmetszőpontot ki kell jelölni közösen. Most ezen fog menni még néhány egyeztetés és tárgyalás, és mind a horvát oldalon, mind pedig a magyar oldalon ennek végig kell futni a 2-3 minisztériumon, és utána meg fog születni az a döntés is, hogy hol fogja metszeni a horvát-magyar határponton az autópálya, illetve a gyorsforgalmi út a határt, és nyilván itt hídról meg kell egyezni, tehát sok olyan részletkérdés van, ami ugye, hát valljuk be őszintén, nagyon szeretjük a horvát testvéreinket, de nem olyan könnyű a tárgyalás a horvát minisztériumi illetékesekkel, tehát volt egyfajta, most komolyra véve a szót, volt egyfajta hullámzás a horvát kormányzati álláspontban, most úgy néz ki, hogy talán a pozitív oldal fog diadalmaskodni, és egy közös erővel a döntéseket meg tudjuk hozni, ami még szükséges, és utána pedig a tervezés véglegesen meg fog tudni történni. Tehát akkor most már a hajlandóság megvan. Így van, ami így eddig van. Lehet, hogy így esetleg van. Nem volt, vagy... Hát, illetve ugye ott is a prioritások változtak, tehát nem csak az autópálya ügyében, hanem ugye az összes határon átnyúló projekt ügyében az elmúlt, 10 esztendőben a horvát félen ezt érzékeltük, hogy a prioritások elég gyorsan változtak, és így nagyon nehéz előre menni, hogy egyik tárgyaláson azt mondjuk, hogy nekünk ez a fontos, a másik tárgyaláson pedig totál az ellenkezőjét mondjuk. Tehát az a fontos, hogyha van egy közös koncepció, egy közös stratégia, vannak közös konkrét pontok, és azt pedig masszírozzuk és dolgozzuk, mert a napi, hétköznapi munkában ezt meg kell valósítani. Tehát az egyik dolog az, hogy tárgyalgatunk, a másik dolog, hogy egyeztetgetünk, meg döntögetünk, döntéseket hozunk, és de utána azt meg kellene csinálni, konkrétan napról napra, ugye a nap 24 órájában. Tehát most nagyon jó lenne, hogyha eljutnánk odáig, hogy tényleg ez a döntés meg tud majd születni, és utána pedig dolgozik mind a két oldal azon, hogy ez meg is tudjon valósulni. Arra esetleg van ötlete, hogy miért lehet most ez a hajlandóság kicsit nagyobb, hogy mitől változhatott a prioritás? Történtek kormányzati változások is ugye az elmúlt időszakban, másrészt pedig azt gondolom, hogy talán kezd enyhülni ez a MOL-INA probléma, ami a horvát-magyar kapcsolatokat egy kicsit ugye, hát gyengítette, de tulajdonképpen úgy gondolom, hogy egyéb területen viszont elég komoly az előrehaladás. Én többször tárgyaltam Szijjártó külgazdasági külügyminiszter úrral ebben a konkrét ügyben is, illetve a horvát-magyar kapcsolatok tekintetében is, és ő is azt mondja, hogy talán-talán most kezd oldódni egy picikét ez a fajta feszültség, de nyilván itt racionális együttműködést kell kialakítani, mind a két félnek az a jó, hogyha együtt tudunk dolgozni. Bízunk benne, hogy akkor ez sikeresen fog működni a jövőben is. Rajta. Térjünk át az önkormányzatokhoz és az iparűzési adóhoz, hiszen ez is egy nagyon fontos téma, amit jobb, hogyha minél alaposabban átbeszélünk. Ebben a hónapban még nyilatkozhatnak a vállalkozások a NAV felületén arról, hogy kérik-e a 2%-os iparűzési adó 1%-ra való felezését. Ez a forrás eddig az önkormányzatok költségvetésébe folyt bele. A kormány pedig ígéretet tett arra, hogy ezt valahogyan kompenzálni fogja. Mekkora városokat és településeket kompenzálhatnak, illetve milyen mértékben és hogyan érinti ez a Barcsi járás településeit? Jó, akkor a következő két fontos dolgot szeretnék mondani a válaszom előtt. Az egyik, hogy nem elvesszük az iparűzési adót, hanem odaadjuk a vállalkozásoknak. Tehát van egy helyzet a világban, van egy helyzet nyilván Európában, Magyarországon is, ezt úgy hívják, hogy pandémia, és ez már hosszú hónapok óta tart, és nyilvánvalóan volt a kormánynak egy nagyon jó gazdaságvédelmi akcióterve, és most pedig egy gazdaság újraindító akciótervet hirdetett meg éppen a napokban miniszterelnök úr. És ez a döntés, ez ebbe a sorba az egyik fontos döntés, hiszen szeretnénk segíteni a kis és közepes vállalkozásokon, a leginkább őket kell
segíteni. Sok más módon is ezt megtettük és megtesszük. Ez az egyik fontos intézkedés, és azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. A másik megelőlegező válaszom az csak egy zárójeles megjegyzés. Én tudom, hogy minden fáj az önkormányzatoknak. Én voltam sokáig polgármester, nagyjából tudom, hogy hogy gazdálkodik egy önkormányzat, miből milyen lehetőségei vannak, de azt ne felejtsük el, hogy a mi kormányunk volt az, aki az összes hitelét és adósságát átvállalta az önkormányzatoknak. 2012-től 14-ig 1300 milliárd forintot terhet vettünk le az összes önkormányzat nyakáról. Tehát akkor mondjuk ezt hozzá kell még tennünk, te ezt a két előzetes konkrét tényt. És most térjünk vissza a konkrét kérdésre. A konkrét kérdésre pedig konkrét válaszom van. Január 14-én fogadta el a kormány azt a kormányrendeletet, amely ezt a kérdést már régen megoldotta, hiszen január 14-e már régen volt. A 4/2021-es kormányrendeletben konkrétan megfogalmazza és kimondja azt, tehát nem csak ígérte, hanem konkrétan döntést hozott róla, rendeletet alkotott, hogy a 25 ezer fő alatti települések tekintetében minden olyan iparűzési adó mértéket meg fognak kapni kompenzációként az önkormányzatok, amely ebben az évben kiesett volna vagy kiesne, és ezt két részletbe fogják a kormányrendelet szerint megkapni az önkormányzatok 2021 júniusa, az egyik, a másik pedig 2021 októbere, tehát két részletbe hozzá fognak jutni teljes mértékű kompenzációként a 25 ezer fő alatti településekhez, a kieső bevételekhez. Nyilván addig majd meglátjuk, hogy konkrétan mennyi fog kiesni, mennyi hiányzik, és akkor a kormány, a belügyminisztérium ezt rendezni fogja. Még egy megjegyzés, tehát a baloldali önkormányzatoknak a panaszkodása, sírása ilyen tekintetben szerintem teljesen hiteltelen, mert akkor tegyék mellé, hogy mennyit terhet vettünk le róluk, adósságot, mondjuk Budapestet emelném ki, ahol több mint 20 milliárd forintos adósságot vállalt annak idején a kormány. Most pedig nem a önkormányzatokat akarjuk sújtani, hanem a kis és közepes vállalkozásokat szeretnénk segíteni, akik konkrétan azokon a településeken, azokban a falvakban, azokban a városokban embereknek, családoknak munkahelyet tartanak fent és működtetnek. Ennyi a lényeg. Miért szükséges az, hogy kettő részletben legyen ez akár kompenzáció jóváírva? Hát azért, mert az egyszerű válasz erre az, hogy egyébként is két részletbe kell fizetni az adót, mint ahogy a gépjármű adót is annak idején, tehát akkor nyilván ezt hozzá kell igazítani, így van. És tehát az egy nagyon fontos, hogy a rendelet azt fogalmazza meg, hogy a kieső iparűzési adóbevételt fogja kompenzálni a kormány. Nyilván ezt most azonnal senki nem tudja megmondani, egyetlen egy ember nem tudja megmondani, hogy mondjuk az év második felében mennyi iparűzési adó esik ki egy-egy településen. Ezt nyilván folyamatosan majd a minisztérium fogja az önkormányzatokkal egyeztetni. Hát nyilván van egy kincstári rendszerünk, és a kincstár ezt nagyon pontosan meg fogja tudni mondani, hogy mennyivel kell kompenzálni őket. A 25 ezer fő feletti települések esetén pedig a kormány minden településsel egyedi tárgyalásokat fog folytatni, és ennek alapján fogja kompenzálni ezeket a településeket. Menjünk tovább, mégpedig teljesen barcsi témához. A sportcsarnokkal fogunk foglalkozni, mégpedig a Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola sportcsarnokával. Rengeteg barcsit foglalkoztat a kérdés. Nap mint nap, mi sem tudunk egyébként a média munkatársai is elmenni. Mit tudtok róla, hogy mit lehet tudni? Ennek a kérdésnek a tisztázására ön mit tud ezzel kapcsolatban? Hiszen ugye azt is tudjuk, hogy a kaposvári tankerülethez tartozik maga az intézmény, de az önkormányzattól is kért segítséget az iskola. Mi az, amit ön ezzel kapcsolatban el tud nekünk mondani? Mit tud az ügyről? Hát sokat tudok mondani. Akkor legyen kedves megosztani velünk, hogy akkor végre válaszol. Annyira rövid a adásidő, hogy ezt nem tudom mind kifejteni. Viszont ez egy nagyon sarkalatos pont. Ez tényleg egy komoly téma, tehát nem vicceljük el. A lényeg az, hogy engem 2019 őszén az önkormányzati választás után megkeresett Kós Csaba polgármester úr, és elmondta ezt a problémát, addig inkonkrétan ez a probléma nem létezett számomra, mert senki nem keresett. Akkor nem tudom, hogy a barcsi polgárok az utcán nem kérdezgették ezt nem a barcsi TV vagy média munkatársai részéről.
Csak szeretném elmondani, hogy azért előtte is évtizedeken keresztül, meg éveken keresztül sok minden volt, lehetőségek is voltak, meg egyebek. Na mindegy, a lényeg az, hogy 19 őszén kezdtünk el ezzel érdemben foglalkozni, és polgármester úr készített egy följegyzést, készített egy tervet is ezzel kapcsolatosan. Én 2020. februárjában ezt miniszterelnök úrnak is személyesen elvittem. Ő egyébként elvi támogatását adta hozzá, csak éppen két héten belül éppen akkor kitört a pandémia. Tehát sajnos itt ez nyilván egy nagyon komoly problémát jelentett, meg jelent hát tulajdonképpen a mai napig, hogy egy csomó olyan beruházás, amely még nem kezdődött el, azok így hát elég jelentős csúszás, majdnem egy éves csúszásban vagyunk, hiszen most a legelső az, hogy fölpörgessük azokat a beruházásokat, amelyek nem tudtak menni a pandémia alatt. Ezek már, hála Istennek, úgy néz ki, hogy a döntések erre megszülettek. Tehát azt szeretném röviden összefoglalva elmondani, hogy tudok róla, nagyon támogatom, meg fogjuk oldani. Miniszterelnökségen ott van az ügy, illetve polgármester úrral most együtt közösen a top 2, úgynevezett top 2-be is ezt a projekttervezetet betettük, még egy kicsit emeltebb mértékben is, tehát minél több mindent szeretnénk megoldani, és egy szép új vagy felújított, megújult tornacsarnokot szeretnénk ott minél hamarabb. Én időpontokat nem szeretnék mondani, az a lényeg, hogy mindenki, aki illetékes, dolgozik rajta, és igyekszik minél hamarabb döntéseket kipasszírozni. Igen, ebben az időszakban talán nem is tud az ember ilyen időpontokhoz ragaszkodni, mert amikor... Mondjuk, hogyha egy évvel ezelőtt február végén valaki megkérdezi tőlem, akkor azt mondom, hú gyerekek, akkor ősszel már megy a dolog. De hát közben tényleg jött ez a járvány, és ez nagyon alapvetően átírt nagyon sok minden. Hát bízunk benne akkor, hogy minél erőbben. Én nagyon bízom benne, hogy ebben az évben ez a döntés. Szép csarnoka lesz majd a Deák Ferenc iskolának. Ha már a topot említette, ugye Barcs több fejlesztése is ehhez tartozik, a terület és település fejlesztési operatív programhoz. Igen. 2021-ben pedig egy újabb fejlesztési ciklus kezdődik az EU-s forrásoknak a tekintetében, amely 2027-ig tart. Most ez a folyamat hol tart? Azt hiszem, hogy néhány mondatot azért kell arról mondani, mielőtt belekezdünk a következő 6 év boncolgatásába, hogy előtte mi történt. Tehát ugye az Európai Uniós fejlesztési ciklusok azok olyan 6 éves fejlesztési ciklusok. Az elmúlt 6 évről néhány mondatot azért hadd mondjak el, mert ez egy nagyon fontos indulási pont. Ahogy ezekhez jutjuk elő a jövőt, ami irányába. Ez egy origó. És azt gondolom, hogy azt mindenkinek tudnia kell, bár én próbáltam azért elég sokszor erről beszélni, de azt hiszem, hogy sokan tudják ezt Barcson. Az elmúlt 6 éves ciklusban Barcs egy nagyon komoly nyertes volt ebben a tekintetben. Azt is el tudom mondani, hogy az előző 6 éves uniós fejlesztési ciklus tekintetében, az egész térség tekintetében az ezt megelőző uniós ciklushoz képest 3-szorosa volt a vállalkozóknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek a pályázati aktivitás, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert az egyik legnagyobb lemaradásunk ebben a nagy térségben az volt, hogy nem volt igazán nagy pályázói aktivitás. Most az elmúlt 6 évben egy óriási változás már önmagában az, hogy 3-szorosa volt, és körülbelül a forrásoknak 2,5-szeresével növekedett meg a konkrét források elnyerése az egész választókerületemben, tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos előrelépés. Itt Barcs esetében azt tudom mondani, hogy az Európai Uniós források, most ebbe nem csak a TOP van benne, hanem az EFOP-os pályázatok, GINOP-os és egyéb pályázatok tekintetében Barcson 10,8 milliárd forint érkezett, és ebből körülbelül 16 milliárd forintos beruházás, eszközbeszerzés, humán erőforrás programok, tehát sokféle program természetesen megvalósult. Az önkormányzatnak is, én most itt van egy lista előttem, de nyilván erre nincs idő, hogy itt kifejtsem pontosan, hogy melyik programra mennyi pénz érkezett. Az a lényeg, hogy körülbelül 3,6 milliárd forintos beruházás döntésével már rendelkezik az önkormányzat, ebből körülbelül három projekt az, ami még folyamatban van, a többi már befejezett program, befejezett projekt, még az ipari park, ugye az közbeszerzés előtt áll,
A zöld város projekt az éppen bonyolítás alatt van, zajlik a megvalósítása, és ha jól emlékszem, akkor talán a bölcsöde projekt az még közbeszerzés előtt alatt áll, de azt gondolom, hogy ez egy óriási siker, és megemlíteném a vállalkozásokat is, hiszen a vállalkozások majd 4 milliárd forintot kaptak az elmúlt időszakban, és ebből körülbelül 6,7-6,8 milliárdos beruházást tudtak megvalósítani, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen a munkahelyek megőrzéséről, a munkahelyek bővítéséről szól, a modernizációról szól, a versenyképesség növelésről szólnak ezek a pályázatok, és azt gondolom, hogy ezt sikerként könyvelhetjük el. A következő 6 esztendőre vonatkozólag azt tudom mondani, hogy még ambiciózusabbak a terveink. Polgármester úrral napi egyeztetésben vagyunk ezen a téren is, és az előkészítése ennek a ciklusnak zajlik a megyei önkormányzatnak a koordinálásával, folyamatosan egyeztetünk, és az önkormányzat részéről tudomásom szerint 13 projekttervezet került benyújtásra, tehát ugye most itt projekttervezetekről beszélünk még. Ez a projekttervezet sor, ez már egyeztetésre is került a megyei önkormányzattal, tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, és ugye még sok minden változik a pályázati felhívások körül, a pályázati keretek közül nincsenek végleges pályázati keretek, az már nagyon valószínűleg tűnik, hogy több forrás lesz a megyében, és így a választókerületünkben is, mint az előző 6 éves ciklusban. És hát nyilván az a célunk, hogy az elkövetkezendő időszakban minél több forrást tudjunk megszerezni Barcson is, és az egész választókerületben is. Polgármester úrék több mint 6 milliárdos keretben nyújtották be ezt a 13 projekttervezetet. Én azon leszek természetesen, hogy minél többet meg tudjon nyerni, az én támogatásomat bírja az önkormányzat, illetve Barcs közössége, úgyhogy reménység szerint minél többet el tudnak ebből nyerni, és utána pedig megindulhat majd ezeknek a kivitelezése. Hát remélem, hogy úgy fog történni, mert ugye az elmúlt ciklusban nagyon lassan születtek bizonyos döntések, volt ugye egy ciklusváltás, és akkor egy kicsikét lassabban pörögtek föl a turbinák. Most azt kellene tudnunk elérni, nyilván ezen vagyunk mindannyian, hogy a ciklusváltás, ugye az előző 6 esztendő lezárása, az újnak a megkezdése, kettő között ugye adminisztrációtól kezdve sok minden történik, tehát ez lehetőség szerint minél zökkenőmentesebb legyen, és amint itt befejeződnek az előző programok, beruházások, akkor már az újak már legalább a döntésekig el tudjunk jutni, és utána már azokat is meg lehet indítani, hát ezen is dolgozni kell. Nap, azt említette, hogy több volt a pályázó. Ez minek köszönhető? Kedvezőbbek voltak a feltételek? Könnyebb volt ezeket a pályázatokat, ezeken részt venni, ezek megpályázni? Mi az oka annak, hogy ebben az előző 6 éves ciklusban magasabb volt az érdeklődés? Vagy többen értek a lehetőségek? Szerintem ez nagyon sok mindentől függ. Egyrészt az emberek hozzáállása, az információ áramlás, az egy következő kérdés szerintem. A harmadik nagyon fontos kérdés, hogy egy kormányzat hogyan kommunikálja ezeket a lehetőségeket, és a negyedik az pedig, hogy helyi olyan segítő, támogató szervezetek, ügynökségek, szakemberek rendelkezésre állnak-e. Tehát ezt nem lehet azt gondolni, hogy egy dologra ráhúzni, hanem sok dolognak az összjátékából alakulhat ki egy ilyen dolog. Én úgy gondolom, hogy az egésznek a klímája, ami ezt az egész nagy misztifikumot jelentette, hogy az Európai Uniós források megszerzése, az egy kicsit közelebb jött hozzánk, hétköznapibbá vált, látjuk az eredményeit, látjuk a buktatóit, látjuk a nehézségeit, és talán ez a több információ és a jobb kommunikáció is szolgálta és szolgálhatja az, hogy zökkenőmentesebben és bátrabban mernek igen. belefogni a vállalkozásokat. Bár azért, megmondom őszintén, most is azért vannak még jó páran, akik félnek egy kicsit tőle, vannak rossz tapasztalataik. Félnek belevágni, hát túl ez nagy falatnak érzik talán, de az biztos, hogy itt Barcson is nagyon sok lehetőség is adott, és a szakemberek is kiválóak, akik segíteni tudnak bármely pályázat felkutatásában, megírásában.
Folytassuk, hiszen annyi minden van még, amiről beszélnünk kell. Világjárvány, már említettük egy párszor a beszélgetés folyamán is. Egészségügyi, gazdasági és nagyon sok más vonzata is van. Megvan a vakcina, folyamatosan érkeznek a szállítmányok, most már a regisztrált időseket is oltják. Ön mit gondol, reményei szerint, vagy hol látja az alagút végén a fényt, mikor térhetünk vissza a pandémia előtti életünkhöz? Még visszaugornék az előző kérdéshez, mert egy fontos dolgot kihagytam, és azt nem mégpedig azt, hogy milyen fajta pályázatokban gondolkodik a Barcsi önkormányzat, mert ez talán lényeges információ, de én ezt gondolom, hogy polgármester úr és az önkormányzat ezt folyamatosan kommunikálja, meg el fogja mondani majd, amikor jön az ideje ennek. A lényeg az, hogy infrastruktúrális beruházásokról van szó, utakról, utcákról, járdákról, többek között településeket is összekötő útról, turisztikai fejlesztésekről, drávamenti fejlesztésről, tehát azt gondolom, hogy egy komplex intézményfelújításokról, tehát sok minden beletartozik ebbe természetesen. A pandémiára visszaugorva, hát azt tudom mondani, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amit talán a most élő nemzedékek még nem is éltek át. Hát nem. Sőt, valószínűleg biztosan ilyenről van szó. És ez egy elég súlyos és nagyon, nagyon nehéz helyzet, és óriási kihívások elé állítja az egész világot, az Uniót, Magyarországot is, és természetesen nagyon fontos, hogy részben egy egészségügyi védekezés kellett és kell folytatnunk, részben pedig a gazdaságnak a megvédését, a munkahelyeknek a megőrzését. Szerintem az elmúlt esztendőben nagyon sikeresen folytatta ezt a magyar kormány. Egy-két számot azért hadd mondjak, tehát 2020 decemberében Magyarországon a foglalkoztatottság az visszaemelkedett a 2019 decemberi foglalkoztatási szintre, ez 4,5 millió forint. Nagyon jó mutató, 4,5 millió embert jelent. Ez egy óriási eredmény szerintem, tehát a gazdaság védelmi tevékenység eredményét és hatékonyságát szerintem ez teljes mértékben bemutatja. És azt is tudom mondani, hogy Európában a harmadik legalacsonyabb a munkanélküliségi ráta Magyarországon az unión belül. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos eredmény. Nyilván mi is azt szeretnénk, hogy ez egyrészt megmaradjon, másrészt pedig bizonyos ágazatokban plusz lehetőséget és plusz támogatásokat kell biztosítani, hiszen főleg a vendéglátás, szállodaipar, turizmus tekintetében a legnehezebb helyzetbe ők kerültek, és nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő időszakban is koncentráljunk rájuk. Tehát az egészségvédelem mellett a gazdaságvédelem és a gazdaság újraindítási program nagyon fontos. Most az egészségvédelemhez azért annyit hadd mondjak el, hogy azt mindannyian tudjuk és látjuk, hogy az Európai Uniónak a vakcina beszerzése az egy, hogy mondjam... Döcögős? Hát enyhén szólva döcögős, mondjuk ezt. Ezért a magyar kormány mindenféle lehetőséget megragad annak érdekében, hogy vakcinát tudjunk beszerezni. Tehát gyakorlatilag úgy fel van készítve az egészségügyi rendszerünk, hogy ha megfelelő mennyiségű vakcina a rendelkezésre, akkor viszonylag jó időben, ütemben mindenkit, aki igényli a vakcinát, be tudják adni. Most már ugye engedélyezésre került az orosz, illetve a kínai vakcina is. Természetesen a magyar hatóságok csak biztonságos és hatékony vakcinát engedélyeznek, tehát azt gondolom, most gyakorlatilag minket követ a fél Európa, meg most már Brüsszel, éppen ma hallottam, hogy most már ugye megint egy újabb vakcina engedélyezésén dolgozik Brüsszel, tehát azt gondolom, hogy ebben is élen jártunk, és nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy aki igényli, aki kéri, természetesen az oltás az ingyenes és önkéntes alapon történik. Bízunk benne, hogy minél többen be fogják magukat oltatni. Én mindenkit innen is biztatok arra, hogy igenis, hogyha magyar hatóságok által engedélyezett vakcináról beszélünk, már pedig arról beszélünk, akkor ezek biztos, hogy biztonságosak és hatékonyak, és minél többen oltassák be magukat az elkövetkezendő időszakban lehetőségekkel élve. Sok még mindig a szkeptikus, sokan aggódnak még miatta, nem-e, árt-e, miért jó ez nekem, miért nem jó. Mit tudna mondani azoknak, akik ezzel kapcsolatban még mindig aggályokkal élnek? Ha nem is magát a szakmai részét tekintjük, miért jó az, hogyha minél többen oltottá válunk? Hát
Sok válasz lehet erre. Az egyik válasz a feleségem válasza, ő kifejezetten ragaszkodik, hogy ő orosszal, vakcinával szeretné majd beoltatni magát, ha eljutunk odáig. A másik válasz az, hogy a gyermekkorunkban nagyon sok védőoltást kaptunk, és ez általában majdnem mind orosz volt. Szovjetunió idején. Ebből az aspektusból én ezt tehát azt szeretném mondani, hogy azért, hogyha most már Merkel kancellárasszony, az osztrák kancellár és nagyon meghatározó szakmai körök, most éppen pár nappal ezelőtt az világ egyik leghíresebb orvosi szaklapja azt mondta, hogy igenis az orosz vakcina az 91%-os hatékonyságú, tehát majdnem olyan, mint a többi hatékonyság tekintetében is biztonságos vakcina. Nem tudom, hogy ki az, aki... Tudom, hogy mindenki mindent tud, és jobban is tud. Mindenki mindent. De hát azért a bizalom, hát bocsánatot kérek, az egész életünk a bizalomra alapul. Hát hogyha elmegyek egy orvoshoz, akkor az bizalmi alapon történik. Hogyha bemegyek a bankomba, akkor bizalmi alapon megyek oda. Ha egy vállalkozót megkérek arra, hogy csináld meg a tetőmet, javíts ki, vagy építs meg, akkor egy bizalmi... Bízom benne, hogy megcsinál. Hát egy bizalmi, tehát az egész életünk az csak a bizalomra épülhet. Nyilvánvaló, hogy itt egy kicsit többről van szó, de azt gondolom, hogy hát hogyha az egész orvosi kar, az egész szakmai gárda, az operatív törzsünk, hát az operatív törzsben azért szakemberek ülnek, bocsánatot kérek, tehát nyilvánvaló, hogyha mindenki ezt mondja egységesen, akkor azt gondolom, hogy igenis lehet bizalmunk ezekben a vakcinákban, illetve nagyon fontos, hogy ne csak önmagunkra gondoljunk. Hát az egy dolog, hogy én velem mi van, meg mi lesz, de hát vannak gyermekeink, vannak unokáink, vannak nagyszüleink, vannak rokonaink, barátaink, szomszédaink, és menjünk tovább. Kollégáink. Munkahelyeken sokan dolgoznak, ahol sokan dolgoznak, hát különösen embertársaink, emberbaráti szeretetből is, ha lehet ilyet mondani még a mai világban, azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy erre is tudjunk gondolni. Kanyarodjunk vissza kicsit a vendéglátósokhoz, hiszen jelenleg talán mondhatjuk azt, hogy ők azért nagyon nehéz helyzetben vannak. Sok támogatást kaptak ők is. Számolhatnak-e még egészen a vírushelyzet jelenlegi helyzetben a végéig ezekre a támogatásokra? Azt szeretném elmondani, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben a mi kormányunk nem az adóemelés, hanem az adócsökkentés kormánya volt mindig is, most is, és ebben a válsághelyzetben mi nem azzal próbáljuk megoldani a válságot, hogy adókat növelünk, hogy elvonunk, hogy megszorítunk, hanem pontosan az ellenkezője történt az elmúlt hónapok során is, most is, és az elkövetkezendő időszakban is adót csökkentettünk. Még nem beszéltünk róla, de azt gondolom, hogy Európában az egyik legkiemelkedőbb és egyik legszélesebb hatókörű hiteltörlesztési moratóriumot vezettünk be. Tulajdonképpen majdnem másfél esztendőn keresztül mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások tekintetében egy olyan hiteltörlesztési moratórium van, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jelentős, 3000 milliárd forint maradt ott ebben az időszakban az embereknél, a családoknál, illetve a vállalkozásoknál. Ezen kívül adókat csökkentettünk, ugye iparűzési adóról beszéltünk az imént, pontosan ezeknek a kis vállalkozásoknak ez egy nagyon fontos levegőhöz jutás, hogy 50%-kal csökkentettük az iparűzési adót, tehát nekik adtunk tulajdonképpen támogatást ezzel, nem az önkormányzatoktól vettünk el, hanem a vállalkozásokat támogattuk, és ezen túlmenően pedig ugye bértámogatási programot vezettünk be, éppen a napokban született meg az újabb kormány döntés erre vonatkozóan, hiszen ennek ellenére, hogy ennyi mindent tettünk, ennek ellenére a kis és közepes vállalkozásoknál továbbra is nehézségek vannak, és akadozik a működésük, és sok esetben már ugye a bezárásra is gondoltak, vagy ilyen fekete felhők is gyülekeztek, és többek között az én kezdeményezésemre is született meg az a kormány határozat, amely éppen talán két nappal ezelőtt lépett hatályba, hogy az elkövetkezendő időszakban egy összegben az összes kifizetendő részt meg fogják kapni ezek a vállalkozások, illetve az ezt követő időszakban pedig előre fogja finanszírozni a kormány ezeket a bértámogatásokat. Itt konkrétan egyébként engem egy barcsi vállalkozó keresett meg,
és elmondta a problémáit, és én megkerestem Bodó államtitkárulat ezzel a problémával, és tulajdonképpen ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kormány ilyen döntés, meg nyilván nem csak én, hanem sok helyről érkeztek ezek a jelzések, és most ez egy nagyon-nagyon fontos döntés, azt gondolom, hogy most előre finanszírozza a kormány a bértámogatást, illetve miniszterelnök úr tegnap jelentette azt be, hogy egy 10 millió forintos hitel, kedvezményes hitelt fognak kapni éppen ezek a kisvállalkozások, és 3 éves hiteltörlesztési moratórium lesz erre vonatkozólag, és utána pedig 10 éven keresztül törleszthetik vissza. Én szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon gáláns kormányzati segítség lesz. Erre a lépésre mindenképpen szükséges volt már, hogy ön is egy kicsit megsürgesse a dolgokat, hiszen nekem is olyan értesüléseim vannak, mely szerint a novemberi támogatást megkapták időben decemberben, viszont a decemberit még bizony februárban igen. sem. És ez miatt volt azért igen. az, hogy többekben is aggályok merültek föl, hogy akkor most eddig megkaptuk, mi történt, miért igen. nem kapjuk, mikor fogjuk kapni. És még mindig talán azok a vendéglátósok aggódnak a legjobban, akik bezárni kényszerültek, mert hogy nem foglalkoznak ételkiszállítással, nem tudnak igen. ételt kiszállítani. Ők talán azok, akik a legjobban aggódnak. Melyik az az intézkedés, ami kifejezetten rájuk vonatkozik, ami leginkább őneki kihasználható? Nyilván minden vendéglátós fel tudja ezeket használni, de mi az, ami a leginkább kihúzza őket a bajból? Szerintem a bértámogatás, ez mindenféleképpen egy nagyon fontos bérkompenzáció. Nyilván az a célunk, hogy minden munkahely meg tudjon maradni. Ezen túlmenően pedig azt nem tudjuk mondani, hogy most azonnal kinyitunk, mert látjuk a nyugat-európai példákból, hogy nem szabad ezt megcsinálni. Hogyha Portugáliára tekintünk, Csehországra tekintünk, Svájcra tekintünk például, ugye volt egy jó párnapos nyitás, és utána most egy katasztrofális harmadik hullám becsapott. Nekünk az a célunk, hogy húsvétig, hogyha az oltási ütem jól tud haladni, húsvétig tulajdonképpen kilábaljunk a legnehezebb mélységből, és azt követően pedig egy fokozatos nyitással lehet talán a nyárra már fölkészülni, úgyhogy én bízom benne, hogy ezekkel az adócsökkentési, bértámogatási, hitel lehetőséget biztosító támogatásokkal, ameddig föl lehet pörgetni a gazdaságot, illetve beindul az élet, addig ki lehet húzni. Hát bízunk benne, hogy ez minél előbb bekövetkezik. Bízunk. És akkor még egy témát dolgozzunk föl. Családtámogatása tavalyi adatok szerint Barcson 22 kisgyermekkel több született, mint 2019-es évben. Sokan a születések számának növekedését a családtámogatási rendszernek az ösztönző erejéhez kötik. Mely támogatási formákat tartja ön a legsikeresebbnek? Hát itt sok mindenről kellene beszélni nyilvánvalóan, meg hála Istennek tényleg a statisztikai adatok nagyon jók az elmúlt 10 év összefüggésében. Talán ma vagy tegnap említette éppen miniszterelnök úr azt, hogy az elmúlt időszakban, hogyha ezeket a családtámogatási döntéseket nem hozzuk meg, akkor 122 ezerrel kevesebb gyermek született volna. Nyilván kiszámolták és végig gondolták ezeket a számokat. Tehát azt gondolom, ez egy jelentős tétel, mondjuk, hogyha hát körülbelül 2 kaposvárnyi lakosságszámról beszélünk. Tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Hát itt beszélhetnénk, hogy annak idején, amikor elkezdtük azt, hogy a személyi jövedelemadó gyermekek utáni kedvezményt bevezettük, ugye nagyon jelentős mértékben évről évre növeltük a kormányzati állami támogatást ezen a téren. Én még ide veszem az ingyenes étkeztetésnek a bevezetését és fölfuttatását, ingyenes tankönyvellátás fölfuttatását. Nagyon fontos volt a gyesnek, a gyednek a visszaállítása, visszaerősítése, a gyodnak a bevezetése, most már a gyod is évről évre egyre többet hagyott a kisgyerekes anyukáknál. Ezen túlmenően pedig ugye a CSOK volt a következő nagyon fontos lépés, a családok otthonteremtési kedvezménye hosszabban értelmezve a dolgot. Ennek számtalan jobbnál jobb részlete van. Én ebből kiemelném a babaváró 10 millió forintos állami támogatást, ami egy nagyon népszerű támogatási forma lett, hiszen egy szabadon felhasználható kvázi hitelről beszélünk, ugyanakkor, ha gyermekek születnek, akkor ez egy vissza nem fizetendő támogatássá tud alakulni, illetve egyéb másokhoz is föl tudják használni ezt a forrás lehetőséget, a nagycsaládosoknak az autóvásárlási támogatása. Ebben az esztendőben pedig bevezettük az otthon felújítási programot, ami szerintem egy átütő erejű
nagyon népszerű program lesz. Már szerintem hiszen most itt, ilyen halmok vannak. Hát szerintem a bankoknál most már kezd pörögni a történet. Tehát itt ugye azt kell tudni, hogy egy 6 millió forintos nagyon kedvezményes hitelt ad a kormány ahhoz, hogy ezt meg tudja előlegezni egy ember vagy egy család. Ebből 3 millió az vissza nem térítendő támogatásként ott marad a családnál. Tehát, ugye először megszületett az a döntés, hogy 3 milliót adunk, igen, de közben az élethez hozzá kellett igazítani, mert közben kiderült, hogy nem biztos, hogy mindenki ezt meg tudja előlegezni, és akkor szerintem nagyon rugalmasan, életszerűen a kormány arról döntött, hogy egy 6 millió forintos hitel lehetőséget biztosít. Szerintem ez egy teljesen rendben lévő dolog. Ez úgy gondolom, hogy nem csak a családokat fogja segíteni, hanem segíteni fogja a kisvállalkozókat is, hiszen nyilvánvalóan a kisvállalkozások fogják ezeket a munkákat elvégezni, és pont a mi térségünkben, térségünkben levő kis településekre is ez nagyon nagy hatással lesz. Közben hogy a falusi csokot is bevezettük, az is a választókerület elsöprő többségében igénybe vehető. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lábai a családtámogatási rendszernek, és azért azt hadd mondjam el, hogy ez is a válság, az egészségügyi válság kellős közepén történik. Tehát nem az történik, hogy a kormány az lecsökkenti a támogatásokat, nem az történik, hogy visszafogjuk magunkat, nem az történik, hogy na akkor a 6-8 féle elemből akkor 3-at eltörlünk, és akkor marad 2-3, hanem újabbakat és újabbakat teszünk hozzá, mert az a meggyőződésünk, hogy a válságot, a nehézségeket csak befektetéssel lehet, csak segítséggel és támogatással lehet, nem csak átvészelni, hanem új életet indítani. És azt gondolom, hogy ezért egy nagyon-nagyon komplett és komplex családtámogatási rendszer működik ma Magyarországon. Nem véletlen, hogy sok helyről idejönnek a világból ezt tanulmányozni, és hát azt még hadd jegyezzem meg, hogy az egész Európai Unióban a legmagasabb költségvetési arányos családtámogatást azt Magyarországon fizeti ki a kormány, a GDP 5%-át erre fordítjuk, tehát ez egy befektetés a jövőbe. Tehát visszatérve a kérdés eredeti üzenetére, nem véletlenül született 122 ezer gyermekkel több az elmúlt időszakban, és az a célunk, hogy az elkövetkezendő időszakban is ez így történjen meg, úgyhogy elkötelezettek vagyunk a családok és a gyermekeket vállaló fiatalok támogatásában. Ugye most következő esztendő januárjától a 25 év alatti fiataloknak a SZIA mentesítését fogjuk bevezetni, ami szintén az életkezdést segítheti, hiszen azért, bár tudom, hogy a mai fiataloknál már kitolódott igen, ez a 25, ez már de nem is igen, majd lehet, hogy akkor az, lehet, hogy el kell ezt lehet, hogy ez is életszerűbb majd, lesz igen, majd, de az első lépésnek azért nem rossz, mert ez 130 milliárd forintot jelent, magyarul annyi esik ki a költségvetésből ezáltal, de mégiscsak segíteni tudjuk a fiatalokat az életkezdésben. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a sok mindent elmesélte nekünk, és átadta nekünk az információkat. Szerintem napestig itt ülhetnénk, mert még annyi mindent meg tudnánk beszélni. Nagyon jó munkát és kitartást kívánunk önnek a jövőben, és jó egészséget. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom. Mi pedig folytassuk krónikánkat a következő témával. Újra van segítsége a két új falusi plébánosnak. A Barcsi Rónai József diakónus halálát követően ismét a Barcsi Egyház község tagjai biztosítják a megoldást a 24 település ellátásában. Most azonban két személy is segíti Keceli Károly atya munkáját, Kajtár Bertold és Rapkai Gábor. Balázs áldást oszt Keceli Károly atya, mint ahogy 61 éve minden február 3-án és az azt követő vasárnap. Nem is egy helyen. Jelen pillanatban nem csak az egyházmegye legidősebb plébánosa ő, aki február 24-én 85 éves lesz, hanem az egyik legnagyobb területtel rendelkező papja is. 24 falu és 10 misézőhely tartozik hozzá. Először inkén voltam, aztán utána Kiskomáromban, aztán utána Kaposváron, a főplébánián, akkor Nagykanizsán voltam, aztán utána Zalaapátiban voltam, és utána pedig kerültem Darányba. Darányba kerültem 1900
73-ban. 73. október 6-án aradi bértanunk napján. Darányhoz csatolták később két új falut, és az akkori püspök javaslatára oda is költözött Károly atya, és a megnövekedett területet azóta is teljes körűen ugyanúgy ellátja. Igaz, most már segítséggel. Az elmúlt évtizedekben Rónai József diakónus végezte a feladatok egy részét egészen az elmúlt év decemberéig. Nagyon aranyos volt, aki meghalt mostanában, a Rónai József, nagyon kedveltem. Nagyon aranyos testvér volt, nagyon szerettem, nagyon megfájlaltam, megsirattam, hogy elment. A Covid vitte el szegényt, és ő jött ide, ő volt az segítségem nekem. Sokat jelentett, mert igeliturgiát tartott, az nagyon jó volt, hogy igeliturgiát tartott, és meg hát mindenben egy hangon voltunk, szóval nagyon jó volt a kapcsolat. Köztük egy görbe tekintet nem volt, egy rossz gondolat. Mindent megbeszéltünk, és úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, ideális nagykönyvben. December 29-én a Bacsi temetőben helyezték örök nyugalomra Jónai József állandó diakónust, a gyászszertartást Varga László kaposvári megyés püspök vezette, aki a kétújfalui Szent Mihály templomban celebrált szentmisét az elhunyt lelki üdvéért. A diakónus feladatainak egy részét Rapkai Gábor veszi át, aki a Barcsi templom kántora is. Akkulitusú kinevezést kaptam püspök atyától, ami majdnem olyan, mint egy szentmise, egyedül az átváltoztatás hiányzik belőle. Van egy igei rész, és utána az áldoztatás. Január utolsó vasárnapján kezdtem el a küldetésemet, nagy dobszám történt meg, ahol a Keceli Károly atya is jelen volt. Büszkén mondom, hogy voltak barcsiak is. Én tartottam az egész liturgiát, Károly atya, mint egy bölcsoktató megfigyelt, és jelesre vizsgáztam ő szerinte. Képeink már Darányban készültek a második igehirdetés alkalmával, hisz Gábor sem egy helyen teljesít majd szolgálatot. Ugye 10 misézőhely van, ugye papoknak a liturgia 3 misét enged meg vasárnaponként, és ugye, hogy mindenhova elérjen az örömhír, mindenhol lehessen igét hirdetni, ezért meg van osztva, 2 hetente, 3 hetente, valóban minden héten, vagy mise, vagy liturgia fog történni. Az akulitusi megbízáshoz szükséges püspökatyai szemináriumok a járvány miatt elmaradtak, így ezeken a későbbiekben vesz majd részt Gábor, viszont a hitoktatást képzett személy veszi át, akinek nem ez lesz az első szolgálati helye. 14 évig oktatott hittant Baranya megye különböző településein, az elmúlt hónapokban pedig a Barcsi Közösségi Ház vezetője volt, de szíve visszahúzott a hitoktatáshoz. Ő Kajtár Bertold. Talán a Jóisten szervezte így, hogy felszabadult ez az állás. Persze mondhatjuk, hogy kár, hogy ilyen tragikus módon. Károly atyának nyilván szüksége volt hitoktatóra, mert azért mégiscsak ott van 3 iskola, ahol hónapok óta nem történt katolikus hittan tanítás. Addig helyettesítéssel vagy más megoldásokkal próbáltak ellátni ezt a 3 iskolát. 2 új falut, Nagy Dobszát, illetve Darányt. Találkozásunk alkalmával épp online hittanóra ért véget, mert az élet úgy hozta, hogy Darányban épp akkor kellett a Covid vírus miatt újra 2 hétre bezárni az iskolát. Na jó, most gondviselés szerint jött ez a Kajtár Bertolt, nagyon kedves ember, nagyon aranyos, jó, mindjárt meg lehet kedvelni, mert nagyon abszolút normális, hogy így mondjam, szóval nincs benne semmi pszichés erre van csúszás, hanem mindent ugye a helyére tud tenni pontosan. Én szeretem az ilyen embereket, akik olyan nagyon egyszerűen gondolkodnak, és mégis olyan közérthető. És na, így lehet vele jól dolgozni szerintem. Mert még most egész friss még a dolog, hát majd meglátjuk persze, de az első benyomás az a valódi. Miután Károly atya 85. életévét tölti be hamarosan, nagy szüksége van a segítőkre, olyanokra, akik nem csak munkatársai. Én már több mint 3 évtizede ismerem, kis közösségem belül ismertem meg. Nagyon jó lelki társak vagyunk, hogy úgy mondjam. Szinte ő az én lelki atyám. Minden tud rólam, én is ő róla, nagyon sok mindent tudok. Egymással megosztunk mindent, örömöt, bánatot. És én nagyon örültem a felkérésnek, amikor ő megkeresett engem, hogy vállalom ezt a feladatot. És ő utána már a püspök atya keresett meg, fölhívott telefonon, és őnek is mondtam, hogy hát Károly atyának bármikor.
Károly atya, a 60 évtizednyi szolgálat ellenére, a sok-sok utazás, falujárás ellenére, az elnéptelenedő templomok ellenére, a fiatalok elmaradása ellenére is a mai napig mosolyogva áldozatkészen végzi munkáját. Egyfajta édes, irigylésre méltó optimizmussal, miszerint úgyis minden jól alakul majd. Én nem tudok mást mondani, mint hogy hit. Hit, a hitlen. A hit ad egy új, úgy mondanám, világnézetet, egy új tudatot, abban a Krisna tudat, ugye beszélnek, nem tudom, mi ez a Krisna tudat, de ez is, a hit is egyfajta tudatállapot. Egy tudatállapot. Tudom, hogy valaki van fölöttem. És ez a tudatállapot, ha hatékonyan jelen van bennem, megjelenik, ezt nevezem a hit állapotának. Ez egy állapot, nem csupán egy elméleti blöff. Ez olyan, mint amikor tudom, hogy itt tetszik lenni, és akkor nem mondhatom, hogy nincs itten. Károly atya valaha misszióba készült, aztán rádöbbent, hogy Magyarország is missziós terület. Itt is lehet és kell is téríteni. Mint fogalmazott, itt is jól érzi magát. Elégedett és vidám. Én nekem az a tervem, hogy működjek, hogy éljek, hogy éltessen Isten, és én meg éltessek másokat. Új eszközöket és fellépő ruhákat vásárolhatott a Boróka Tánc Együttes. A növendékek a korlátozás miatt egyelőre csak online gyakorolnak, rendszeresen kapják a feladatokat. Mi is online interjút kértünk tőlük és mindennapjaikról, hiszen az élet náluk sem állt meg. Lehet vitatkozni, hogy a korlátozások kapcsán kiknek a legrosszabb, ugye felmerül gyakran a vendéglátósoknak a helyzete, aha, de a különböző mozgásformákat végzők is általában bekerülnek azoknak a listájába, akikkel bizony a jelenlegi pandémiás helyzete elbánt. Továbbá a különböző művészetekhez tartozó csoportok is általában ebbe a kategóriába szoktak esni, és akkor nem is megyek innen tovább, mert akkor a néptánc mind olyan, lehet azt mondani, hogy rögtön lefed mindjárt kettőt. Művészet is, másrészt pedig mozgásforma. Hát erről és ebben kapcsolatban kérdezem Kirk Zoltánt, a Boróka Tánc Együttes egyik vezetőjét. Szerbusz, üdvözöllek a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Hogyan tudtok ti most működni jelen helyzetben? Tudtok egyáltalán működni? Lehet szó működésről? Mindenképpen lehet szó működésről, meg működtetni is kell a dolgot, mert már csak azért is, hogy a kapcsolat megmaradjon a táncosok között és közöttünk is, tehát elereszteni a kezüket nem szabad, mert a felépített közösség és annak az ereje az nagyon fontos, nem csak most, hanem egyébként hosszú távon is, tehát nem szabad őket elengedni, hanem folyamatosan éreztetni kell velük, hogy ők egyébként összetartoznak, és igyekszünk is táncanyagokat küldeni. Ugye most mi az online térbe szorultunk teljesen, mert hogy novemberben a kormány az összes művelődési házat, színház termet bezárt, és mi a művelődési házban próbálunk Barcson, így nekünk most az online tér maradt próba lehetőségekre. Úgyhogy a feladatunk az, hogy a tanulandó, illetve az adott táncanyagot, amit ebben a fél évben elkezdtünk, azt folytassuk olyan módon, hogy feltáncolva itthon feltesszük nekik egy elérhető forrásba, és akkor ők ott meg tudják nézni, és meg tudják tanulni, tudják gyakorolni. Még az az előnye is egyébként meg lehet, hogy annyiszor tekeri vissza a felvételt, ahányszor csak akarja, hogy esetleg nem ért, vagy nem lát pontosan valamit. Persze ezeket úgy táncoljuk fel, hogy nem csak feltáncoljuk, hanem el is magyarázzuk, hogy mit kell csinálni. Gyakorlatilag olyan, mintha ott lennénk az órán, csak hát valóságban nem így van sajnos. Mi a tapasztalat, hogyan állnak a táncosok ezekhez a videókhoz? Mennyire aktívak? A tapasztalat az az, hogy azt gondolom, hogy mindenki megnézi ezeket a videókat, legalábbis nagyon bízom benne. Nagyon kevesen küldik vissza feltáncolva. Én azt gondolom, hogy az a többség, aki megnézi és gyakorolja ezeket a dolgokat, kicsi része, aki vissza is küldi, pedig az nagyon hasznos egyébként, mert ha visszaküldik, akkor utána tudok nekik válaszolni, vagy szóban felhívom őket, vagy írásban, hogy mi az, ami még tudnak javítani. Tehát ez lenne a legjobb. De azt is tudom, hogy egyébként rengeteg elfoglaltságuk van, főleg a középiskolásoknak, akik egyébként otthon online térbe végzik ugye a tanulmányaikat is, tehát nekik meg aztán végképp nem egyszerű a helyzetük. De éppen a múltkor írtam az egyik kedves táncosra, hogy amennyiben azt az időt, amit egyébként szombaton vagy vasárnap
a tánc próbára fordítana utazással együtt, ha annak a felét esetleg ráfordítja a tánctanulásra otthon, akkor szerintem már nyert ügyünk van. Na most ugye a néptánc esetében bár vannak azért olyan esetek, amikor ugye egyedül kell mondjuk táncolni, de legtöbb esetben azért mégis itt csoportos táncról beszélünk. Itt mennyire hiányzik ez esetben az, hogy az adott táncos a többi táncos körébe legyen, mennyire bírja egyedül így elsajátítani az adott mozdulatokat, nem hiányzik mondjuk akár a pár, vagy akár a közösség? Hát itt ugye alapvetően az a helyzet, hogyha legényes tánc van, akkor azt a fiúk remekül ki tudják gyakorolni, és azok a felvételek jönnek vissza egyébként javában, amikor fiúknak van fiútánc, azt megtanulják, feltáncolják, azt egyszerűbb a dolog, de a páros táncoknál ugye kicsit meg van lőve az ember, tudja gyakorolni külön a figurákat, de aztán annak az lesz a tudáspróbája, amikor újra párosan összefogva tudunk lenni, és ott ki tudják gyakorolni, mert otthon hiába megtanulják a lépéseket, meg a különböző kombinációkat, de hát ott közben kell figyelni a lányra, kell figyelni a térre, körülötte, zenére, tehát rengeteg összetevője van ennek az egésznek. Az utánpótlás csoportnak annyiban van könnyebb dolga, hogy ez egy körtánc, tehát egyébként, amit ők tanulnak, moldvai táncot, azok egyébként körben történnek azok a táncok, tehát nem függenek egymástól, maximum annyi, hogy a körbe összefogózkodva járják, de azokat például remekül meg lehet tanulni, szinte úgy, mint egy legényestek a lépéseit, mert a körbe összefogva az teljesen jól fog működni. Viszont próbáljuk meg egy kicsit pozitívan nézni, már hogyha lehet pozitívan nézni. Ugye a videókészítés talán ez esetben nem köti le az összes energiátokat, és akkor talán több idő jut mondjuk a pályázatokra. Ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy a Csóri Sándor programban szép eredménnyel végeztetek, vagy szép eredménnyel sikerült pályáznatok. Mit érdemes tudni erről a pályázatról? Hát erről a Csóri Sándor programról azt érdemes tudni, hogy most már negyedik alkalommal írták ki ezt a pályázatot, és minden évben sikeresen pályáztunk, és sikeresen nyertünk ezen a pályázaton. Ez egy nagyon-nagyon fontos a mi szakmánkban, egy olyan támogatási rendszer, ami évről évre kiíródik most, és biztosítja a táncegyütteseknek a szakmai fejlődését. Az, hogy viseleteket tudunk varratni, folyamatosan tudjuk bővíteni, táncoktatót tudunk esetleg hívni, zenekart tudunk fogadni ezekből a pénzekből, zenekari hangfelvételt tudunk készíteni, amire tudunk próbálni, vagy akár fellépni is. Ezek mind nagyon fontos dolgok. Ezen kívül utazásra is lehetett pályázni eddig. Most ebből a pandémiás helyzetből sajnos ugye úgy jöttünk ki, hogy muszáj volt átterveznünk a tavalyi évit, mert például utazni nem tudtunk sehova, úgyhogy arra nem tudtunk költeni, ugyanakkor hangtechnikai eszközök, számítástechnikai eszközöket lehet belőle beszerezni, és hála Istennek, mondom, minden évben sikeresen pályázunk, és ilyen 2,5 millió forint környékén minden évben szoktunk kapni, most tavaly 2 800 000 forintot nyert az egyesület, illetve az alapítvány. Tavaly évben egyébként ezt javarészt mire sikerült elkölteni? Én nagyon néztem a képeket, nagyon sok viseletet vásároltatok. Igen, minden évben az adott tájegység, illetve az adott falunak a táncához igazodó viseleteket szoktunk varratni. Tavaly nyárácsejjei és mezőpanéti erdélyi ruhákat varrattunk. Ezen kívül bukovinai viseleteket is sikerült készítetni, szilágysági férfi mellények készültek, kalapokat vásároltunk, két laptopot vásároltunk, és táncoktatásra, illetve zenekari költségre tudtunk még költeni. A folytatásra már amennyiben lehet tervezni egy kicsit előre, mik a tervek, mik a szándékok? Hogyha mondjuk először megnézzük az oktatási részét, vagy magát a táncos részét a dolognak. Hát amint valami varázsütésszerűen egy varázspálca segítségével újra sikerül elindulni az oktatással, akkor folytatjuk azt, amit egyébként szeptemberben elkezdtünk. Ugye nekünk minden évben egy karácsonyváró műsor az, amikor az éves bemutató műsorunk szokott lenni. Azt beszéltük meg a táncosokkal az online térben, hogy akkor ez most tolódik, ugye karácsonyról remélhetőleg egy húsvétváróra. Most nem vagyok benne biztos, hogy ezt a húsvétvárót is meg tudjuk tartani, mert hogyha mondjuk márciusban esetleg visszamegyünk, akkor csak egy hónapunk lesz arra, hogy mindent bepótoljunk, és az azt gondolom, hogy nagyon kevés idő. De hát a munkát azt megkezdjük, koreográfiákat, táncokat tanítjuk, elkezdjük a koreográfiákat elkészíteni. Úgyhogy mi készülünk, amint lehet abban a pillanatban, ülünk az autóba, és a szokásos kis 90 km oda és 90 km visszaútunkat megtesszük innen Koblóról, csak már mehessünk. Kérdő Zoltán, a Boróka Tánc Együttes egyik vezetője, köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Sövénysort tisztítottak a temetőnél, és más közterületeken is rendet tettek a Barcsi Város Gazdálkodási Igazgatóság munkatársai. A jövőbeni tervekről és munkálatokról az igazgatóság vezetőjét kérdeztük. A tavasz közelettével a Barcsi Város Gazdálkodási Igazgatóság munkatársai is megkezdték az ekkor esedékes munkák elvégzését, a jó időt kihasználva igyekeztek az elmúlt napokban minél több feladatot elvégezni. A karácsonyi világítás leszedése után nekiálltunk a munkálatainknak, amiket igazából ebben az időszakban tudunk elvégezni. A munkatársaink nekiálltak a tuskok kiszedésének. A tuskok, ezek az előzőleg kivágott fák tuskóiról beszélünk itt. A gajazásokról, fák gajazásáról, metszéseket nekiálltunk végezni, és megszereztünk egy területet a Drávai Szabadstrandon, mint új terület, és itt egészen a Rinyatort kolatáig, tehát ezt a munkatársaink kitakarítják, lebontottuk a kerítést, így itt is nagyobb területet tudunk befogni a Drávai Szabadstrandnál. A városgazdálkodás feladatai közé tartozik a város köztereinek karbantartása, környezetének rendezetten tartása és az ehhez kapcsolódó esetleges lakossági problémák megoldása. A Béke utcai temetőnél lebontottuk az előregedett sövénysort a polgármester kérésére, mivel itt a későbbiek folyamán a parkoló szélesítése fog megtörténni. A Bajcsi 23 és a Vank fodrászat közötti területet elzártuk, mivel itt mindig több szennyeződést vettünk észre, ezért ezt lezártuk, így jobban tisztában tudjuk tartani ezt a területet. A korai tavaszias időjárás azonban nem jelenti azt, hogy február első heteiben már búcsút kell venni a téltől. Az igazgatóságnak továbbra is felkészülten kell várnia a hűvösebb, csapadékosabb időt, esetlegesen felgyülemlő hótorlaszt. Ez a mi feladatunk, próbáljuk minél jobban tisztán tartani és minél előbb letakarítani a havat. Mindig esetleges problémák kialakulnak, néha-néha egy-egy gép hiányzik éppen a munkákban, de próbáljuk minél előbb megoldani ezt a dolgot, így eddig az akadályokat jól vettük. A szezonhoz tartozó aktuális munkák elvégzése mellett folynak az egyeztetések Fenyősi Andreával, a város főkertészével, a tavaszi virágosítási feladatokkal kapcsolatban. Fenyősi Andival együtt szeretnénk megoldani ezeket a dolgokat. A városgazdálkodás segít a virágágyások rendbetételében. Először is felássuk őket, rendbetesszük, majd később a virágosításban is segíteni fogunk. A Városgazdálkodási Igazgatóság már jelen van a közösségi médiában is, Facebook oldalukon megjelenítik az elvégzett munkáikat, és arra ösztönzik a lakosságot, hogy forduljanak hozzájuk a város üzemeltetésével kapcsolatos problémájukkal. Ennyi fért e heti krónikánkban, lássuk még egyszer főbb témáinkat röviden. A rendőr nem alkotja, hanem betartatja a szabályt. Többször ellenőrzik a közlekedés rendjét Barcson, a napokban is volt célzott akció. Az is baj, ha korán, az is, ha későn megy a gyermek iskolába. Szakembereket kérdeztünk a döntés előtti folyamatokról. Hamarosan kiírják a 68-as út felújításának tervezésére a közbeszerzést, az önkormányzatok pénzügyi segítsége és a 2021-27-es tervezési ciklus is folyamatban van. Százfalvi Lászlót kérdeztük a részletekről. Két ismerős segítőt is kapott a két újfalusi idős plébános. Újra van hittan oktatás a falu környékén. Online oktatás, online táncpróba. A Boróka új fellépő ruhákat vásárolhatott, az internet segítségével zajlik a felkészülés is. A kora tavaszias napok is munkával teltek a Városgazdálkodási Igazgatóságnál, zajlik az idei év munkáinak tervezése. Munkatársaim nevében is megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, friss krónikában egy hét múlva hétfőn várjuk Önöket újra a képernyők elé. Addig is várjuk a javaslataikat és az észrevételeiket, keressenek minket bátran. További szép estét és jó televíziózást kívánok Önöknek!